Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézi vezérlés extra nézőit. Sok-sok témát fogunk érinteni a mai nap folyamán, legalábbis remélem Nagy Lakival fogunk beszélgetni hármasban. Kézi EB, Veszprém, mindenféle izgalmas koncepciók, ami az egész férfi szakágat áthatja. Mi ilyen témákat tervezünk Attilával, aztán majd meglátjuk, hogy esetleg ezen kívül még elágazunk-e valahova. Szia, Laci, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állsz. No, akkor kezdjük először ezzel a bejelentéssel, amit pár nappal ezelőtt tettetek a Veszprémnél. És most egyelőre hagyjuk a neveket, inkább csak kíváncsi vagyok, hogy jól látom-e, hogy mintha évről évre korábbra jönne ez a bejelentési időzítés. Nem tudom, 10-15 éve még tavasszal is elképzelhetetlen volt, hogy arról lehet beszélni, hogy majd jövőre hol ki fog játszani. Most ugye november eleje van, és már megmondjátok, hogy mi lesz, hogy alakul majd a következő szezon kerete. Hogy ezt mi okozza ezt, hogy ez évről évre szerintetek így korábbi időszakra teendő? Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Ugye kiemelted a jelent, illetve említést tettél a múlt, hogy 15 évvel ezelőtt ez még nagyon nem így működött. Most én kicsit visszabúrok az időben, 24 évvel ezelőtt, akkor én már olyan előszerződést írtam a Barcelonával, ahol opciók voltak, hogy jövőre megyek, két év múlva megyek, vagy esetlegesen majd csak három. Szóval egy kicsit ez meghazudtolja ezt a gondolatmenetet. Na bocsáss, hogy Magyarország nem, én azt mondom, hogy Magyarországon ez nem működött, hogy ennyire előre ki lehet mondani, én így értettem. Világos. Egy biztos, hogy mások eltérünk a focitól, mondjuk a kosárlabdától is, hiszen ott talán hónapokkal korábban körvonalozik egy játékosnak a sors. Itt a kézlabda, ez kicsit más, itt mindenki szeretné, illetve az a tendencia, hogy előre a sorsát jobban tudni, és a klubban mi is így határoztuk meg, hogy a gyakorlatilag október-november környékén kezdünk a játékosokkal úgymond tárgyalni, illetve vagy szerződést hosszabbítani, vagy adott esetben megmondani, hogy kivel nem számolunk, akinek lejárt szerződése van, illetve felvesszük már a kapcsolatot azokkal a lehetséges opciókkal, azokkal az új lehetséges játékosokkal, akiket szeretnénk szerződtetni, hogy nagyjából lássuk, hiszen egy-egy menedzserrel való tárgyalás nem feltétlen mindig zöggenőmentes. Természetesen vannak olyanok is, akikkel azért gyorsan, rugalmasan lehet kezelni a dolgot, de vannak olyanok is, akik kicsit körülményesebbek. Akkor ezt jól értem, amit most mondtál, hogy bejelentettétek, hogy kik jönnek, tulajdonképpen akik mennek, azok is tudják már, csak az nem lett bejelentve, vagy van még azért ebben bizonytalanság? Természetesen mindenkivel közöltük, mindenkinek a jövőjét közöltük, ezt még egyelőre nem hoztuk hivatalosan nyilvánosságra, hiszen várjuk azoknak a kluboknak majd az információját, akikkel esetleg ezek a játékosok már szerződtek, tehát kicsit itt figyelembe vesszük, illetve tiszteletbe tartjuk az esetlegesen új kluboknak majd a bejelentését, és ezért nem előzzük meg ezt. Akkor mondhatjuk, hogy itt első volt a sorban a Nant Makedával? Hogyha péntek van, akkor igen. Péntek van, igen. Igen, hivatalossá válni, úgyhogy abszolút igen. Én arra szeretnék rákérdezni egy picit, mert beszéltünk erről a múltkori műsorban, hogy jól érzem én-e azt, hogy egy picit, mintha megváltozott volna a játékos igazolási stratégiája a Veszprémnek. Ha végignézzük ezeket a neveket, akkor nagyon jó játékosokat találunk, és kifejezetten specifikusan posztra, tehát egy jól látható stratégia mellett jönnek a játékosok, és kevésbé az jellemzi őket, hogy igazi jelenlegi nagy sztárokat próbál befogni a hálójába veszni, mint ez a korábbi években volt jellemző. Ez csak véletlen így jött ki erre a szezonra, vagy tényleg emögött van egy elhatározott dolog, hogy nem az a szempont, hogy na a Veszprém most egy nagyot fogott, egy Pálmárszont, egy Nagy Lászlót annak idején, vagy egy Ilicset, hanem megnézzük, hogy hova ki kéne, milyen profilú játékos, és lehet, hogy kevésbé ismert, mert nyilván az egyiptomi játékos, aki egy nagyon jó játékos, de sem a magyar szurkolók, sem ugye
világközvényelemény előtt nem annyira ismert. Ez tényleg így van, vagy csak én belemagyarázom ezt? Bocs, Laci, mielőtt reagálnál, csak hagyd mondjam el a négy nevet, hogy nem mindenki tudja esetleg, hogy kiket jó. A nézőink közül, mert gondolom nagy az átfedés, de azért talán van új nézőnk, hallgatónk, szóval leigazoltátok, hát én előre venném Fazekas Gergőt, ugye ki Fazekas Nándi fia, és nem kapus, hanem irányító, és nagyon fiatal, és nagyon tehetséges, és akkor leigazoltátok a szerb Pekmalbeket, az egyiptomi Yehia Elderát, akiről ugye Attila beszélt, és Vajlupovot Fehér Orosz. Ezt a négy játékost jelentettétek be. Így van, valóban. Attila, köszönöm, hogyha ezt így látod, nyilván a törekvésünk is ez, hogy egy stabil minőségi keretet tudjunk fenntartani, vagy a jövőben dolgozni. Velük, hogy mi alapján döntöttünk nem sztár játékosok mellett, hanem inkább akik a jelen kézilabdázását magas szinten űzik, ez több összetevős, igazából egy, nagyon nehéz az európai piac, és ez most poszttól független. Mondom, a sztárok kivásárlása rengeteg pénzbe kerül, ennek ugye óriási gazdasági oka van, és nem feltétlen a fiatalabbak közé tartoznak. Egy Mikael Hansen elkelt, egy Aaron Palmerson jelenleg elkelt, ugye ő már az Alborban van, Karabatic most igazolt, hogyha így nagy neveket mondanék, akkor hirtelen ők jutnak eszembe. Szágószert, aki természetesen évekkel ezelőtt szerettünk volna leigazolni, az új norvég projekt mellett döntött, úgyhogy ő is kiből átteszi a helyét Norvégiába, és azért még sorolhatnám, úgyhogy igyekeztünk észérvekkel és azt gondolom, hogy pénztárcát is figyelembe véve olyan minőségi igazolásokat létrehozni, illetve teljesíteni, amikkel majd esetlegesen a jövőben a Veszprém az továbbra is a Final Four felé kacsinthat. Itt korosztályt is figyelembe kellett venni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az építkezés, amit az elmúlt nyáron bejelentettünk, illetve a sajtó elé vittünk, ezt szeretnénk tovább vinni. Ugye most itt konkrétan az Elderáról beszéltünk, hogy kevésbé ismert játékos Attila, ez abból következik gyakorlatilag, hogy ugye jelenleg ő az egyiptomi bajnokságban pallírozódik, az Amalek csapatában afrikai bajnoki mérkőzés keveset közvetít a magyar tévé, de szerintem az európai tévé is emiatt kevésbé ismert, viszont hogyha valaki megnézi az utolsó olimpián, azért ő elég meghatározó játékosa volt annak az egyiptomi válogatottnak, akik negyedik helyen végeztek, az Afrika történetében elsőként négybe volt az egyiptomi csapat, úgyhogy ott jócskán kivette a részét, és nem csak támadásban, hanem védekezésben is, úgyhogy szeretnénk olyan játékosokat továbbra is igazolni, akiket nem csak támadásban, illetve nem csak védekezésben tudunk bevetni, hanem mind a kettő területen nagyon hasznosak tudnak lenni. Tehát akkor jól értem, hogy valamennyire ez a koncepció, ez a kényszer szülte döntés is volt, hogy végignéztetek a világsztárok piacán, és azt láttátok, hogy gyakorlatilag itt nincs választék, és akkor már hagyjuk ezt a vonalat, és akkor próbáljunk nagyon okosan posztra, ahogy mondtad, pénztárca kimélően igazolni? Nem, semmiképpen nem mondanám kényszernek, abszolút nem kényszer. Itt igazából inkább az, hogy egy céltudatos és egy stratégiát végigvívő koncepción indultunk el, ezen is megyünk tovább. Az előbb említett úgymond sztárjátékosokat, a Szágószán kivételével mindenki a 34-35. életévében van, ugye egy 3 éves tervvel indultunk el, kevésbé férhet volna bele, vagy férne bele az, hogy 35-36 éves játékosokat igazoljunk. Hosszú távon természetesen egy-egynek a lehetősége az mindig a rutinjával beleférhet egy-egy koncepcióba. A miénkbe idézőjelben most nem fért bele, amit említettem, hogy ez több okból kifolyólag, de egy biztos, hogy nem kényszer szülte lehetőségeket hoztunk, és nem kényszer szülte játékosokat igazoltunk. Tehát azért arra számíthatunk, hogy nem is idén, de mondjuk jövőre, vagy bármikor, hogyha felbukkan a piacon egy olyan fiatalabb világsztár. Most itt eszembe jutott a Nedim Remili, akit ugye a Kielce elorzott a PSG szeme elől, és ugye ez egy elég nagy durranás volt az átlagolási piacon. Tehát azért számíthatunk arra, hogy azért a jövőben a Veszprém is bedurrant néha egy-egy ilyen szuper bombát.
Ha szükség lesz rá, akkor igen, természetesen ki nem szeretne a csapatában tudni a világ legjobb játékosokat poszton, ez egyértelmű. De mondom, most ezt a példát úgy hoztad föl, Attila, hogy Kielcében olyan elképesztő számokat produkálnak, amit szerintem az európai piac nem tud tartani. Nézd, hogy egy Párizs nem tud ilyet tartani, akkor el tudjátok képzelni, milyen számok vannak oda beígérve. Az, hogy ezt meg tudják-e valósítani, minden, sok sikert kívánok a Kielcébe. Elképesztően nagy számokról beszélünk, már itt a fizetésekről, és nem csak a Remili esetében, hanem globál, akiket igazoltak, nem olcsó játékosok, úgyhogy ezt a Veszprém azt gondolom, hogy épp ésszel nem is bírja, és nem is kell, hogy bírja. Jó, hát szerintem jó is, hogyha ilyen esztelen versenybe nem szálltok be, ennek sose szokott jó vége lenni itt Kelet-Európában, előbb vagy utóbb, ezek ilyen nagyon tisza virág életűek szoktak lenni. Igen. No, beszéljünk akkor rólatok a Veszprémről. Elkezdtetek egy új irányt pár hónappal ezelőtt Momir Ilicssel és Gulyás Péterrel. Most már van annyi tapasztalat mögöttetek, hogy lehet valamiféle mérleget vonni. Bevált-e ez a koncepció, amit gondoltatok, és mi az, amiről úgy érzed, hogy abszolút jól működik, mi az, ami még nem működik igazán, és ami még csiszolni kell, vagy nem egészen úgy működik, ahogy azt annak idején elképzeltétek? Az, hogy bevált-e, szerintem 3 hónap alatt nem szabad, és nem is, én nem fogom legalábbis ezt minősíteni. Egy biztos, hogy eddig tapasztaltak, látottak mindenféleképpen, azt mondatják velem, hogy amit nyáron megbeszéltünk és elkezdtünk róla beszélgetni, az szépen lassan hozzák be. Ugye nekünk a legfontosabb az, hogy újra egy szerethető csapatot vigyünk ki a kézilabdapályára, a képernyőre. Helyek közel szerintem ez sikerült is, legalábbis ilyen visszajelzések vannak klubunk felé, szurkolóinktól, újra szerethetővé vált ez a csapat. Természetesen ez a legfontosabb, hogy minőségi kézilabdát adjunk, és legfontosabb az, hogy szívet, akaratot hagyjunk a pályán, független az eredmények alakulásától. Ez az elmúlt 3-4 hónap ezt azt gondolom, hogy maximálisan takarta. Ez a idézőjelben jó oldala, vagy a várt oldala, a kevésbé az, hogy vannak még azért olyan periódusok, mérkőzés, és egész konkrétan itt a romániai kirándulásra gondolok, ugye a Bukarest ellen egy olyan vereséget szenvedtünk, ami nem az, hogy nem várt, mert már lógott a levegőbe, érezhető volt, viszont kicsit visz, főleg a másik fél időben úgy éreztem, hogy azt a játékot látjuk, amit az elmúlt szezonban. Hogy mindenki szeretett volna és akart, ez kétségtelen, viszont nem kollektív munkát láthattunk, hanem egyéni és megoldásokat, amiből nem jöttünk jól ki. Ez egy remélhetőleg egy kisiklás, benne van egy-egy klub életében, mi ezeket szeretnénk stabilizálni, már mind nem a rossz játékot, hanem az előtte lévő mérkőzéseknek a teljesítményét, úgyhogy Momir Ilics Gulyás Péter személyében azt gondolom, hogy nagyon keménykező edzőpárost és stratégát találtunk. Mellettük szól az, hogy keménykezőek, amit említettem, hiányosságuk, hogy még ilyen szinten meccs tapasztalatuk nincsen. Momo mint játékos, illetve Gulyás Peti is mint játékos rengeteg ilyen meccset megért, már edzőként meg most kezdenek bele csöppeni ebbe, úgyhogy amit mondtunk és kértünk is médiától, szurkolóktól, hogy türelemmel legyenek az edzők felé, türelemmel legyenek a csapat felé, én azt gondolom, hogy ezt eddig ezzel senki se élt vissza, úgyhogy rengeteget konzultálunk, kommunikálunk az edzői stábbal, és tényleg Ilicsnek a fejében, hogyha 25 órából lenne egy nap, akkor 25-öt kézilabdázna, úgy tényleg nagyon elszánt, és ő is szeretne tanulni a hibáiból. Úgyhogy eddig maximálisan elégedettek vagyunk mindenkivel, remélem, hogy a játékosok, edzők nem hallják, hogy elbízzák magukat, de tényleg félretéve a tréfát, ezen az úton érdemes velük tovább haladni és dolgozni, mert még van bennük bőven. Én remélem, hogy azért hallják, mert tényleg megerősíthetjük, hogy a kisugárzása a csapatnak az abszolút pozitív, és nem mondhatom, hogy az eddigi csapat nem volt szerethető, mert az is szerethető volt, de való igaz, hogy néha egy picit rossz hullámok is jöttek a pályáról, és arra vonatkozóan pedig, hogy például ez a bukaresti meccs hogy történt, ez szerintem, most ez hülye hangzik, de ez tök jó, mert ez olyan az a fejlődés, mint a vakcina, hogy mindig kell egy új belőle, a kettő, a harmadik, mert különben elfelejti a szervezet, hogy mik a
a gyenge pontjai, és ezen a romániai meccsen tényleg kijött az, amit mondtál. Meg az is látható volt szerintem, hogy az ellenfél kispadján egy olyan hihetetlen tapasztalt edző volt, akinek a kisujjába volt a Veszprém, és egy picit, hát nem picit, azon a meccsen sikerült azt varázsolni a pályára, ami ő szeretett volna. De hát ebből lehet tanulni, mert az edzői munka az ilyen, és tényleg ez szerintem jól halad előre. De most majd lesz egy meccs a hétvégén, amikor megint a pályán kell megmutatni, hogy mi az új helyzet. Hogyan látod ezt a Szeged elleni viadalt az idei szezonban? Presztízs mérkőzés nyilván, egy Szeged ellen mindig presztízsről szól egyértelmű, hogy szeretnénk otthon tartani a két pontot, ennek fejében így készült a csapat egész héten, így készül a csapat egész héten. Jó formában van ez a Szeged, jó erősítéseket csináltak, de nem mondom, mi megtáplálkoztatunk abból, hogy az elmúlt hónapunk az elvárásokhoz képest talán jobban is sikerült, úgyhogy ez mindenféleképpen önbizalmat adhat a játékosoknak. Én azt gondolom, hogy minden Veszprém játékosban benne van ez a úgymond visszavágási vágy a tavalyi szezonért, és szeretnének bizonyítani, elszántak, lelkesek. Nem feltétlen a játék szépségéről fog szólni ez a vasárnapi mérkőzés, hiszen ne feledjük, hogy azért ilyen meccsek nem a játék szépségéről szólnak, hanem inkább az akarat és a szív, ami előre visz. Igyekszünk mi ezt a kettőt ötvözni, hogy szép játékkal, akaratosan, lelkesen győzedelmeskedni tudjunk majd a Veszprém Arénában. No, hát ez a meccs, ez még ugye előttünk van, ezért tudunk róla csak így jövő időben beszélni. Mielőtt áteveznénk a válogatott vizére, percek óta gondolkozom, hogy tehetnék fel egy kérdést, hogy minimális esély legyen rá, hogy válaszolsz. Figyelj csak, az interjúban, a beszélgetés elején említett még további változások, hogy nem feltétlenül mindenki marad a mostani keretből, érinthetnek magyar játékost? Nem feltétlenül. Passzolhatsz. Nem, ez a jövő zenéje, hogy itt konkrétan Ligetvári Patrikról érdeklődsz, így van? Nem, Lékhai Mátéről érdeklődöm. Máténak aláírt szerződése van. Jó, oké, ez lett volna a konkrét kérdés, mert látjuk, hogy mondjam, nincs annyira foglalkoztatva, most próbálok diplomatikusan fogalmazni, vagy politikailag korrekten, mint mondjuk azt nyilván ő is szeretné, meg esetleg a korábbiakban volt, ez úgy óhatatlanul felmerül az emberben, hogy esetleg vannak ilyen gondolatok, de ha nincs, akkor azt nagy örömmel halljuk. Akkor viszont ezen a vízen nevezzünk tovább a válogatottra. Ugye most, ha nagyon közel van a közelgő Európa-bajnokság, ami ugye részben hazai rendezésű, nekünk ugye 100%-osan, hiszen a magyar válogatott Magyarországon játsza majd a meccseit, és amikor legutóbb Gulyás Pista bent volt nálunk a stúdióban, a harmadik félidőben, akkor is beszéltünk erről, hogy mennyire aggasztiteket a tatabányai játékosok mentális és fizikai állapota, és például az is, hogy Máté meglehetősen formán kívül volt az elmúlt időszakban, holott ugye ő az első számú irányítója ennek a csapatnak. Igen, visszatérve még az előző kérdéset, az reflektálnám azért mindenféleképpen a Máté esetét, hogy talán kicsit eltűnt. A Bukarest meccsig minden BL mérkőzés azért ő volt a kezdő irányító, szerintem ez azért sok mindent elmond, meg kicsit téged megcáfolva az, hogy ez percekben nem úgy tudatkozta, hogy lehetséges, hogy ez a pályán töltött időben az eredményességében, vagy az eredménytelensége. Egy biztos, hogy egy jó Mátéra szüksége van a Veszprémnek, szüksége van a magyar válogatottnak, az ő tapasztalat, az ő játékutatás az mindenféleképpen benne van. Az, hogy ezt felszínre vagy pályára tudja hozni, vagy hozza el jövőben, mi minden segítséget megadunk, és most úgy beszélek, mint Veszprém sportigazgató, illetve úgy, mint szövetségi stábtag gyakorlatilag, úgyhogy szeretnénk a Máténak a lelkével, a kis fejével is foglalkozni, és foglalkozunk is, hogy ő minél jobb teljesítményt tudjon nyújtani. Ami természetesen most, akkor már rá is csatlakozok a kérdésedre, igen, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság, ahol Máté a másik
14-15-16 játékos mellett kulcsfontosságú, kulcs szereplője ennek a magyar válogatottnak, hiszen egy egységes csapatban gondolkodunk, az elmúlt években ez látszott is a válogatottnál, hogy mindenkinek a jó játékára szükség van, jó eredmény eléréséhez. Vannak idézőjelben gyengébb láncszemek, vagy olyan játékosok, esetlegesek klub, akik szebb múlttal vannak, mint adott esetben jelennel, Tatabánya, konkrétan, ahogy már te is említettél róluk, úgyhogy igen, ott lelkeket kell egy kicsit rendben lenni, ápolgatni, simogatni ahhoz, hogy ők visszatérjenek a valódi tudásukhoz. Egyébként a elmúlt héten válogatott összetartás volt, és mindenkivel maximálisan elégedettek vagyunk, viszont azzal is tisztában vagyunk, mind edzők, mind játékosok, és talán ez a legfontosabb, hogy játékosok is, hogy a tévés mérkőzésünk a bosnyákok ellen nem úgy sikerült, ahogy mondjuk az egész heti felkészülésünk ment. Én azt mondom, inkább most, mint az EB-n jöjjön ki ez a hiányosság, úgyhogy látjuk mi is, hogy van még min dolgozni, de függetlenül tényleg jó úton járunk, azt gondolom. Ha már így a lelkekről beszélünk, ugye a magyar válogatottaknak, úgy általában mondom a nőinek, meg a férfinak is az első elmúlt évtizedekben az két nagy problémája volt általában a világversenyeken. Az egyik az, hogy fizikailag elfogynak a végére. Azt hiszem, hogy ez a gond ez kevésbé fenyegeti most a csapatot, hiszen a hazai pálya az biztos, hogy átlendíti a fizikai fáradtságon majd a fiúkat. A másik gond az általában a nyomásnak az elviselése, ez a görcsösség című téma szokott lenni, amit, hogyha visszagondolsz a lányoknál az elmúlt világversenyeken, iszonyú nagy elánnal jött velünk szembe, hogy úgy mondjam. Tehát mindig úgy indultunk neki a világversenyeknek, hogy jó a hangulat, jó a csapat, önbizalma van a lányoknak, és akkor egyszer csak jött az a meccs, amit meg kell nyerni, és akkor a meccs után a teljesen értetlen arcú edzőket láttuk, hogy hát görcsöltek, nem értjük, mi van velük. Most nyilvánvaló, hogy itt a férfi válogatott az elmúlt világversenyeken egy olyan helyzetben volt, hogy nem volt különösebb nyomás rajtuk, mert egy új csapat, fiatalok, tényleg egy ilyen pozitív elvárás volt velük szemben. Most viszont kár lenne tagadni, hogy a hazai világversenyen azért az a 10-15-20 ezer ember remélhetőleg, aki kimegy a meccsekre, az nem úgy fog leülni a lelátóra, hogy hát lássunk egy jó meccset, nem baj, ha kikapunk, hanem itt azért szeretnék látni az emberek, hogy nyerünk meccseket, és eredményesek vagyunk hazai pályán. Hogy azt szeretném tőled kérdezni, hogy látszólag ugye ezek a fiúk, mintha kevésbé görcsös fából lennének faragva a lányokhoz képest, de ugye ez egy olyan betegség, amit nagyon nehéz detektálni előre, mert minden rendben van, aztán jön a meccs, és akkor egyszer csak begörcsölnek. Hogy látott ezt belülről, illetve mi az, amit ez ellen kitaláltatok, mert nyilván van valami terv, hogy hogyan nézzetek szembe ezzel a dologgal, ha kiüt? Érdekes, hát nyilván ugye a szakmai stábbal mi dolgozunk ezen, hogy nagyon sokat beszélünk, és azt mondom, hogy dolgozunk, ez nem feltétlenül jó szó, de inkább nagyon sokat kommunikálunk a játékosokkal, és valóban kezdjük mi is előtérbe helyezni ezt a hazai rendezésű Európa-bajnokságot, és nem feltétlenül nyomást szeretnék gyakorolni a játékosokra, sőt, meg is fordítom, teljesen az ellenkezőjét tápláljuk beléjük, amikor szó van már esetleg is a hazai rendezésű EB kapcsán, az, hogy élvezzék ezt a lehetőséget. Nekik egy óriási lehetőség. Én sajnos nem tudtam ezt megélni aktív játékosként, hogy hazai rendezésű világversenyen legyek, vagy vegyek részt, legyek részese. Szóval nem nyomásként, hanem egy kihívásként, egy óriási lehetőségként állítjuk be ezt nekik, és én azt gondolom, hogy a fejekben rendben van. Most az, hogy Magyarországon volt egy EB, vagy lesz egy EB, vagy esetlegesen Dániában, bárhol legyen, vagy egy világbajnokság Egyiptomban, a legfontosabb az, hogy ők legyenek felkészülve, legyenek önbizalommal, legyenek bizalommal, ehhez igyekszünk nekik minden lehetőséget és minden alternatívát megadni, hogy tényleg csak a kézlabdával tudjanak foglalkozni. És én mindig azt vallom, hogy egy játékos, hogy a pályán van, akkor ne azért játszon rosszul, mert görcsöl, hanem azért játszon rosszul, mert egyszerűen
olyan napja van, hogy nem mennek ki a lövések, vagy nem sikerül neki védekezésben megoldani. Ha már így is, hogy is ott vagy, akkor jobb esetleg görcsmentes kézlabdát produkálni. Hát, ez biztos. Laci, elméletileg teljesen igazad van, Gyakorlatilag azért azt gondolom, hogy nem ugyanaz Dániában egy idegen csarnokban vegyes szurkolótábor előtt pályára lépni, mint 20 ezer magyar előtt. Tehát ez modellezhetetlen, azt gondolom, nem? Tehát ez egyszer képtelenség. Egy új csarnok lesz kétszer akkora, mint az eddigiek. Valószínűleg színültig tele lesz magyar szurkolókkal a meccseitekre. Hát ember legyen a talpán, akinek ott nem rándul egy kicsit görcsbe a gyomra, hogy úristen. De az csak a jó érzéstől kell, hogy görcsbe legyen. És Dániát azért hoztam be Dániát konkrétan jó példának, vagy példának, igyekeztem jó példának, mert annyi magyar volt ott, az a kis magyar csoport lekiabálta a tizenvalahány ezer több nemzetből összetevődő szurkolótábor. Tehát, hogyha az nekünk egy nagy élményt nyújtott, akkor el tudom képzelni, hogy mondjuk 15 ezer magyar, hogyha így buzdítja a magyar válogatottat, akkor milyen hangulatban. Tehát ebből táplálkozni kell, és biztos, hogy olyan, hogy táplálkozni. Jó, a foci válogatott eset erre jó példa, hogy ez megugorható. Más kérdés, hogy ott annyiban volt egy picit más a helyzet, hogy ott abszolút világsztár ellenfeleink voltak, akik ellen úgymond esélytelenek vagyunk, és azért az nekünk mindig könnyebben megy. Itt nagyjából velünk ugye egy kaliberű ellenfeleink lesznek, úgyhogy itt kell domborítani. Ami engem érdekelne, hogy külső segítséget igénybe vesztek erre a mentális felkészítésre, ugye nőknél tudjuk, hogy van ilyen mentálstáb, vagy nem ezt ti hárman megcsináljátok? A nőkhöz hasonlóan mi is a kezdeti lépéseket megtettük, ugyanezzel a mentál csoporttal, akikkel a hölgyek még továbbra is dolgoznak. Jelen esetben ők nem tartózkodnak a csapattal, tehát a felkészülésekben nem, viszont abszolút nyitottak, hogyha ha mi edzők vagy játékosok szükségét érezzük, akkor dolgozunk tovább. Nagyon sok benyomást keltettek, már egy korábbi mentál csapat is felmérte a játékosoknak a képességeit, állapotát, mentális állapotát. Nagyon sok pozitív visszajelzés volt, amit már egyébként korábban mi is éreztünk, mi is tudtunk, bennünket ez jobban megerősített, úgyhogy azt gondolom, hogy a bizalom játékosok felől az edzők irányába ez maximális, nagyon nyitottak, nagyon őszinték velünk, és úgy érezzük, hogy ez az út járható, jó út, még egyszer mondom, lehetőségünk van, és hogyha szükség lesz rá, akkor természetesen ezt a mentál coach csoportot igénybe is fogjuk venni. És nem akarok ezen rugózni, de szóval a lányoknál ez nem nagyon jött be, hogy abból tudtatok, vagy a mentál tréner csapat valamilyen következtetéset levonni, hogy miért, mert ott is ugye ezt, amit most elmondtál, ezt pont megcsinálták a női szövetségi kapitányok, és akkor azért azt láttuk, hogy mind az Európa-bajnokságon, mind az olimpián olyan szinten begörcsölt a csapat különösen az elején azokon a meccseken, amiket meg kellett volna nyerni, hogy mondjuk a 20%-át vagy a 30%-at játszották le annak, amit tudnak. Én annyiban szólnék csak közövőt Lacinak, hát most kicsi vita van, mert nem vagyok benne biztos, hogy például az olimpián ez nem inkább szakmai kérdés volt, mint hogy görcsös, mitől görcsöltek ott. Nem tudom, ott is ez volt a probléma? Hát az edzők szerint ugye a görcsösség volt. Három pont! Jót mosolyogtam ezzel, ti így egymás közt megbeszéltétek. Nem is szabad szerintem összehasonlítani férfi és női csapatot. Baromság. Én nem szeretnék férfi csapatok között se hasonlóságot, illetve párhuzamokat vonni. Van, amíg kis magyar válogatott, férfi magyar válogatottunk, akikben óriási potenciál van, itt a hazai rendezés Európa-bajnokságon, későbbiekben, hiszen a mi átlag életkorunk az durván 25-26 év környékén van, tehát bőven van még bennünk lehetőség közép-hosszú távon is. Visszatérve itt a mentál coachoknak a munkáján, mi egyelőre megköszöntük a felméréseket, amit végeztek, bízunk benne, illetve a játékosaink bennünk bízne. Az, hogy a lányoknál sikerült, vagy nem sikerült, vagy olyan feladatok voltak, amilyenek, nem tudom, nem feltétlen rám tartozik, hiszen én a férfiakért vagyok felelős. Mi úgy ítéljük meg, hogy háttérben, hogyha bármi információnkra szükség van, akkor ők a vállalatot rendelkezésére állnak, úgyhogy jelen állás szerint így vagyunk. Attila, nem tudom, hogy kielégítő volt. Nyilván ezek inkább csak ilyen
probléma felvetések, mert nem lehet ezt így megoldani, mert úgyis majd ott fog eldőlni, amikor fölfutnak a pályára, és hogy megy az a kéz, vagy vissza van fogva, vagy megy a láb, vagy be van egy kicsit állva. Mindenesetre azt hiszem, hogy abban egyetérthetünk, hogy ez a része a történetnek az döntő jelentőségű lesz abban, hogy milyen eredményt ér el a csapat, mert a játék tudása a fiúknak, meg a taktikai felkészültsége valószínűleg nem lesz mögötte az ellenfelének. Az a kérdés, hogy ezt mennyire tudják magukból kijátszani, és amikor azokat a csapatokat látjuk, akik nyerik sorra a világversenyeket, mindig azt állapítjuk meg a dánoknál, a franciáknál, a spanyoloknál, hogy hát mentálisan annyira jó ki tudják adni magukból a legfontosabb pillanatokban a jó játékot, és ebben vannak fölötte a többi nemzetnek. Hogy ez lesz kérdéses itt, hogy tudják a fiúk ezt az akadályt venni, mert az biztos, hogy 20-30%-ot számít egy mérkőzésen az a szurkolótábor, amit maguk fölött fognak tudni, mert nyilván elég, ha csak a Veszprémre gondolsz, hogy játszik a csapatod a Veszprém arénában, meg hogy mondjuk Bukarestbe. Tehát ez biztos, hogy segíteni fogja őket. Így van, mi is erre számítunk gyakorlatilag, és tényleg így, hogyha visszaidézzük az elmúlt világversenyeket, illetve az ellenfeleinket, azért nagyon jó szájízünk van, és önbizalomra, illetve bizalomra adok ott mondjuk, hogy Dániát legyőztük, Portugália éppen mondjuk nem, de Izlandot igen, akik a csoportunkban vannak, van egy fekete ló a holland vállalatot személyébe, aki biztos, hogy egy kellemetlen kézlabdát fognak majd nekünk produkálni. Dánokat le tudtunk győzni, franciákkal, akik világbajnokok lettek, gyakorlatilag hosszabbítással mentettük azt a meccset. Tehát azt gondolom, hogy van potenciál, és van miért bizakodjunk, hogy ez a hazai rendezésű részben, hazai rendezésű Európa-bajnokság jól sikerüljön. Na jó, hát ez olyan szuper végszó, meg közben már 32 percnél járunk, és ugye nincs teljesen limitálva a műsoridő, de nagyjából azért itt van a fogyaszthatóság határa, úgyhogy egyéb témákat most nem feszegetünk, pedig én nagyon szerettem volna erről a közös koncepcióról, ami az összes válogatottat érinti, beszélgetni, de akkor ez nem egy következő beszélgetés lesz, és akkor azt tuti, hogy itt kezdjük. Jó, azért, annyit azért spoilerezek, hogy legutóbb egy hete Sotonyi Lacival beszélgettünk, és akkor ő elárulta, hogy van egy a nevedhez fűződő koncepció, amely így az összes korosztályos válogatottat jellemzi, és egy közös gondolkodás irányítja a férfi szakágat, ami azért tök jó, mert ugye Attilával pont a női vonalról beszélgettünk többet talán az elmúlt időszakban, és ott is mennyire nagyon hiányoltuk, hogy de jó lenne, hogyha lenne valami ilyesmi. Hát akkor ebben a tekintetben ti már előrébb jártok, de akkor már ezt majd legközelebb jól megbeszéljük. Laci, köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Hát akkor első körben akkor sok sikert a vasárnapi presztízs rangadóra. Köszönjük szépen, öröm volt veletek beszélgetni. És köszönjük nekünk is.